Egy falu életében mindig nagy elismerésnek számít, ha valamilyen díjban részesítik. Báta nemrég meg is tapasztalhatta, hogy milyen az, ha értékelik az emberek fáradozását azért, hogy egy település élhetőbb legyen. Idén egyetlen tolnamegyei településként falu megújítási díjban részesült a megye határán fekvő falu. A magyarországi falu megújítási díjat a belügyminisztérium írta ki 2019. március 31-i beadási határidővel, amely a lényegében az egyes településeknek a mienségét, a helyszíni foglalkoztatási lehetőségtől kezdve a környezetbarát, a felelősségteljesség, a munkahelyteremtés, az épületek felújítása, tehát egy olyan anyagot kellett kidolgoznunk a falu megújítási díj pályázathoz, ami felöleli a falu teljességét, a munkahelytől, a kultúrától, a lehetőségektől kezdve minden benne volt ebbe a pályázatba. Mi a falu megújítási díjon belül több kategória volt, és a több területen kiemelkedő teljesítményért kaptunk díjat, amelyet 2019. szeptember 12. és 13-án Iszka-Szentgyörgyön osztanak ki. Ez nem pénzbeli juttatás, ez egy nagyon szép elismerés, oklevéllel és különböző díjakkal, tehát tárgyi díjakkal. Én borzasztóan örülök, hogy mi ebbe részt vehettünk és nyertünk. A település polgármestere Huszárné Lukács Rozália azt mondja, fontos, hogy a fejlesztéseket a lakosság is megtapasztalja, ezért igyekeznek minden olyan részt jobbá tenni, amiből a falu profitálhat. A településünk, miután az önkormányzatnak nincsenek földjei, tehát ilyen javai, ellenben vannak szép tájaink, lehetőségeink, így a turizmusba szeretnénk úgy elindulni, hogy ezekkel a fejlesztésekkel, munkahelyteremtésekkel szolgáljuk a település lakosságát. Számos fejlesztést hajtottak végre az évek alatt, aminek köszönhetően megkapták ezt a díjat. A település polgármestere szerint azonban fontos, hogy ezek olyan fejlesztések voltak, amik létfontosságúak ahhoz, hogy egy település jól működjön. Az egészségügyet és az óvodát, valamint a bölcsödét érintő fejlesztések ilyenek voltak. Az egészségügybe léptünk, megépült az orvosi rendelő felújítás, az egészségház felújítás. Az egészségházon kívül, ahol volt egy lakás, a lakásból kialakítottunk egy váróhelyiséget, aztán két olyan termet, meg szociális blokkot. Az egyik terembe szeretnénk a ZOEP engedélyével helyileg megoldani a speciális ilyen reumatikus betegségekre a kezeléseket. Elindítottuk szintén önerőből két éve a bölcsödét, ugyanis az óvodában kevesebb lett a gyermek, és ezzel felszabadult egy szoba. És teraszt építettünk, tehát ott is fejlesztettünk, így kialakítottunk egy 12 fős bölcsödét. A legnagyobb újítások azonban mégis az utóbbi években készültek. Amellett, hogy fejlesztették a közösségi házat is, kamerarendszereket telepítettek, buszmegállókat újítottak, és a Szentvér zarándok helyet is felújították. Buszmegállókat újítottunk fel, az 56-os út mellé a lakosság kérésére elhelyeztünk két buszvárót, de úgy, hogy meg is világítottuk, modern világítása van. Aztán kicseréltük a világítást szintén a településen, 15 kamerát helyeztünk el biztonságvédelem szempontjából. A turisztikai pályázatban három gyönyörű épületünk van. Az egyik a Szentvérhez kapcsolódik, egy zarándokfogadóhely. A másik épület, felújított épületünk itt van a központban. Ott turisztikai iroda lesz. Ott szeretnénk szintén az egészségügyre fordítva a figyelmet egy masszás termet, ahol tényleg a beteg, gerincbeteg és tehát a beteg embereknek a gyógymasszása kerülne sorra. Ezen kívül
oda kerülne a most is jelenleg működő virágboltunk, és az alsó egységbe pedig szeretnénk egy éttermet, egy halászcsárdát kialakítani, hogy hétvégén is tudjuk biztosítani az ide látogatóknak az étkezési lehetőséget. Szent János festőművész, nagyon, tehát haláláig itt élt Bátán, a leánya tavaly halt meg egy éve, és az önkormányzatra hagyományozta a galériának a képeit, 26 képről van szó. Kérés az volt, hogy ezt az egészet 50 évig egybe kell tartani, megfelelő helyet kell biztosítani. Ennek most a felújítása folyik, megtaláltuk a megfelelő épületet, és remélem, hogy szeptember végéig ezt a galériát meg tudjuk nyitni. A település polgármestere szerint fontos a falu fejlesztése, hiszen ezekkel és a munkahelyek teremtésével lehet megállítani az elvándorlást a kisebb településekről.